Köszöntöm a közéleti magazin nézőit. Várhatóan idén is kétszemjegyű bővülést mutat a hazai KKV szektor hitelállománya, és tovább nő a kereslet a fix kamatozású konstrukciók iránt. Az Erste Bank a piaci átlagot meghaladó növekedésre számít az új folyósításokban. Tolna megyében tavaly a KKV hitelállomány több mint 8%-kal gyarapodott. Erről beszélt többek között Tigelman Gábor, a pénzintézet régió vezetője, azon a partner találkozón, ahol a bankkal 20 éven át kapcsolatban álló vállalkozások vezetőit díjazták. 19-től itt is a KKV szektort, mint aki a gazdaságnak azért a gerincét adja. Gyakorlatilag az NHP 3 program keretében további 1000 milliárdos forrás tömeget enged rá a bankrendszeren keresztül a KKV vállalatokra. Én azt gondolom, hogy monetáris politika ez mindenképpen jó lépés volt, hiszen a KKV-knak azért a következő időszakban is óriási kihívásai lesznek. Idén is jelentős növekedésre számít a vállalati hitelezésben, illetve ezen belül a kis- és középvállalkozások finanszírozásában az Erste Bank Hungary. A Magyar Nemzeti Bank adatai szerint 2018-ban a vállalati hitelállomány éves összetételében 892 milliárd forinttal bővült, amely 13,6%-os gyarapodást jelent. A KKV szektor hitelállománya az előzetes adatok alapján 12%-kal nőtt tavaly az egy évvel korábbihoz képest. Tigelman Gábor, az Erste Bank régióvezetője azt mondta Tolna megyében, és a régióban 10-20% között van a szektor részesedése. Azt gondolom, hogy a támogatásunk az a következő időszakban is meg tud lenni. Nyilván bankként visszanemtérítendő forrásokat nem tudunk adni, hiszen az egy másik tevékenység és egy másik feladat. Azt szeretjük, hogy az ügyfelek visszafizetik a hiteleiket, viszont amit tudunk nyújtani az az, hogy nagyon kedvező kamatozású, fix kamatozású és hosszú lejáratú hitelekkel tudjuk támogatni azt, hogy a beruházásaikat meg tudják valósítani, és hosszú távon állják a versenyt a külföldi konkurensekkel szemben. A partner találkozón a bank díjazta azokat az ügyfeleit, akikkel 20 éve kapcsolatban állnak, és akiknek kezelik pénzügyeit, segítik vállalkozását. Tigelman Gábor azt mondta, a bizalom az egyik legfontosabb összekötő elem a bank és a vállalkozások között. Én azt gondolom, hogy az üzletnek a két alapja az egy jó gazdasági eredmény és egy nagyfokú bizalom. Erre építheti a bank a hosszú távú stratégiáját. Mindenképpen fontos, és nagyon a bírálatoknál, döntéseinknél nagyon figyelembe vesszük azt, hogy kinek milyen tradíciói vannak a banknál, milyen volt a korábbi kapcsolatrendszerünk, ez egy előnyt jelent. A vállalkozásoknak mindenféleképp meg kell valósítani beruházásaikat versenyképességük fenntartása érdekében, tette hozzá a régióvezető. És ehhez az idei hitelkonstrukció egy esetleges uniós támogatással kombinálva még inkább hatékonyá teheti a szektor résztvevőit. Együttműködési megállapodást kötött a Pécsi Tudományegyetem Szekszárdi Kara és a Tolna megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. Az együttműködés keretében katasztrófavédelmi napot tartottak, ahol a gyerekek a tűzbiztonsággal ismerkedhettek. Gyerekzsivaj és szirénaszó, tűzoltóautók és maszkok, sorakozó csoportok és segítőkész egyenruhások. Bár elsőre úgy tűnhet, szerencsére nem a szekszárdi gyakorló óvoda gyulladt ki. Katasztrófavédelmi napot rendeztek az egyetemen. A program a Kultúratudományi Pedagógus Képző és Vidékfejlesztési Kar és a Tolna megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság együttműködésének köszönhetően jöhetett létre. Együttműködik két nagyon-nagyon fontos intézmény a tekintetben, hogy a helyiek biztonságérzete erősödjön. Ennek az együttműködési megállapodásnak a gyújtópontjában egy közös oktatási, képzési, tájékoztatási program van, amelynek keretében próbáljuk a területtel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat, ismereteket eljuttatni mind a hallgatóink felé, mind más érdeklődő polgárok felé, és arra rávilágítani, hogy ezen a téren csak a hatásos együttműködés lehet jó megoldás. Különösen a pedagógus képzésben résztvevők számára fontos az ismeretek elsajátítása, ugyanis esetükben nem elég, hogy tudják a konkrét tennivalókat, de ezt megfelelő módon át is kell adniuk a gyerekeknek, mondják a szakemberek. Éppen ezért a megállapodás több eleme, többek között olyan konkrét területekre is vonatkozik, mint a közös előadások, közös tantárgyak, közös kurzusok és közös tanfolyamok indítása.
A katasztrófavédelmi nap demonstrációi során a gyerekek viszont első kézből, gyakorlati tapasztalatok mentén, saját élményeiken keresztül ismerhették meg ezt a világot. Kötés, makuzda is telítem. Ez azért vagy, hogy kevén miért? Ha? Már Bence beütted el. És ezt is le lehet hajtani. Hát a legjobb. Azt filmezni? Hattod? Hogy ne pattanjon a szemedbe semmi. A színes program igyekezett közelebb hozni egymáshoz az oktatás és a katasztrófavédelem világát, illetve érdekesebbé, izgalmasabbá és érthetőbbé tenni az ezen a területen dolgozó szakemberek munkáját, mindennapjait. A rendelkezés álló technikai eszközeink mellett készültünk egy úgynevezett füstátorral, ahol a fiatalok és akik kipróbálják, azok megismerkedhetnek azzal, hogy a kollégáim milyen körülmények között végzik a munkájukat a tűzoltás során. Ezen kívül egy tálca tűzoltási bemutatót hoztunk, illetve egy konyhatűz szimulációt hoztunk még. A konyhatűz szimuláció az annyiból áll, hogy olajat gyújtunk meg, mint hogyha otthon a háziasszonyok föltennék a vasárnapi ebédhez az olajat, ez meggyullad, és azt mutatjuk be a kollégáim révén, hogy ez hogy lehet hatékonyan, és hogy lehet jól eloltani. Tehát fontos tudni, hogy erre vizet tenni nem szabad, hanem csak egy fedővel, vagy egy nedves konyharuhával kell letakarni. A nap sztárja azonban egyértelműen az emelőkosár volt, ahogy arra a magasból mentő kocsi előtt egész délelőtt hosszan kígyózó sorokból következtethetünk. Az óvodások 5-6-an, az iskolások 3-4-en egyszerre szállhattak be a kosárba, természetesen mindig felnőtt kísérővel. 5-10 méter magasra is felliftezhettek, és szétnézhettek madártávlatból, láthatták az óvoda tetejét, és a magasból integethettek társaiknak. A szervezők szerint az élményközpontú nap segített közelebb hozni a fiatalokhoz a rendkívüli események kezelésének módjait, megértetni velük, milyen fontos a tűzbiztonság, és megmutatni nekik, hogyan tudják már ilyen kiskorban is biztonságosabbá tenni környezetüket, otthonukat. Mediterrán klíma várható Magyarországon a jövőben, a nyarak forróbbá, a telek mérsékeltebbé válnak a klímaváltozás hatására. A tudósok szerint épp úgy megnő a súlyos aszály kockázata, mint az árvizek kialakulása, továbbá gyakoribb és erősebb viharokra kell majd számítani. Mindez a szekszádi borvidékre is kihat, másfajta borok készülnek majd a jövőben, és előrébb tolódik a szüret időpontja. A borászoknak pedig alkalmazkodniuk kell a megváltozott viszonyokhoz, hangzott el egy konferencián. 35 fokos rekkenő hőségben szedték a szőlőt a dolgozók tavaly augusztusban Alsónánán. A borászok kénytelenek voltak előrébb hozni a szüretet a nagy meleg miatt. Azt mondták, ilyen korán még nem szüreteltek Írsai Olivért. 10-14 nappal előrébb jött a szüret, úgyhogy most ma már mi is szedjük az Írsai Olivért, és hát eddig még nem volt, hogy augusztus 20-a előtt szüreteltünk volna. Ugye mindig 20-a körül szoktuk kezdeni, de most még 10-e sincsen is. Tavaly többször volt hőségriadó a nyáron, aztán a hirtelen lezúduló eső okozott fejtörést a szőlősgazdáknak. Ám nem csak 2018-ban volt kiszámíthatatlan az időjárás, az elmúlt évtizedben többször lehetett ezt tapasztalni. A tudósok szerint mindez a klímaváltozásnak köszönhető, és a jövőben épp úgy megnő a súlyos aszály, mint az árvizek kockázata, továbbá gyakoribb és súlyosabb viharok alakulhatnak ki. A szekszárdi borvidéken még forróbb nyarakkal és még enyhébb telekkel lehet majd számolni az elkövetkező évtizedekben. A témát kutató Búzási Attila, a Budapesti Műszaki Egyetem adjunktusa úgy véli, a szélsőséges időjárás miatt másfajta borok készülnek majd a jövőben. A klímaváltás nem egyenlő a globális felmelegedéssel, hanem inkább az extrém jelenségnek a megsokasodásával, és hát mint minden mezőgazdasági ágazat, azonban is a borászat az különösen érzékeny erre. Szekszárdon jellemzően magasabb hőmérséklet
esetekkel, nagyobb aszályveszéllyel fognak találkozni a gazdálkodók a következő 2-3-4 évtizedben, úgyhogy kritikus fontosságú lesz az, hogy itt helyben milyen termékeket fognak előállítani, milyen termékeket próbálnak például Magyarországon vagy külföldön érvényesülni. Azok a fajt és azok a jellegű borok, amiket most termelnek, lehetséges, hogy 20-30 év múlva nem fogják tudni ezeket előállítani, egész egyszerűen azért, mert például hiába tolják el a szügyetnek az időpontját, nem lesznek olyan minőségek és olyan fajta jellegzetesek ezek a borok, mint ahogy ma megszoktuk, és innentől kezdve ugye nagyon nehéz például ugyanazzal a szexárdi palackkal eladni azokat a termékeket, amik már nem olyan ízűek, nem olyan zamatúak lesznek, úgyhogy kulcsfontosság, hogy ezek a borászok esetleg tudjanak alkalmazkodni ez a klímaváltozáshoz. A szexárdi borvidéken, Tolna megyében nem fog abszolút értékben csökkenni a lehulló csapadék mennyiség, az már az intenzitás mindenféleképpen megnő, innentől kezdve például a borászoknak gondolni kell arra, hogy milyen fajtákat van a telepíteni, a rothadásra éppen érzékeny vagy nem érzékeny fajtákat, akár nyáron egy hirtelen lezúduló csapadék mennyiség után könnyebben berothatnak ezek a szőlők. Ez ami még fontos, hogy hogyan választják meg a szüretnek az időpontját. Lehet, hogy egy 40 fokos nagy melegben nem fognak találni megfelelő embereket arra, hogy ezt a szüretet végrehajtsák. Mondtuk közepén, hogy a borul a bornak a minősége is, akár a mennyisége is, hogy akár ilyen alkalmazkodási lehetőség lehet gondolni. A megváltozott körülményekhez való alkalmazkodást emelte ki Heyman Zoltán borász is. Meg kell tanulni ebben élni valamilyen módon, mindenre válaszolni kell. Tehát ha nincs annyi csapadék, akkor termés visszafogásával is lehet válaszolni. Figyelni kell a metszésekre, a zöld munkákra, figyelni kell a talajtakaró állapotára. Tehát nekünk a dolgunk az, hogy érzékeljük a problémát, és erre a lehető leggyorsabb, és ha lehet minél jobb válaszokat adjunk. Az előrejelzések szerint a tavalyhoz hasonlóan 2019-ben is előbb kell majd leszedni a szőlőt a hőség miatt. Az, hogy pontosan mennyivel tolódik előre a szüret időpontja, egyelőre nem tudni. Annyit lehet látni az első 3 hónap időjárása alapján, hogy már most 100 mm csapadék hiányzik Tolna megyében. A tudósok egyébként úgy látják, 3-4 Celsius fokos hőmérséklet emelkedés várható a 21. században, ami nagy hőhullámmal és aszállyal jár majd együtt. A közismert szóvivő Györfi Pál volt Medina vendége, az ismert mentős azon túl, hogy népszerűsítette a mentők munkáját, arra is kitért, mit tehetünk annak érdekében, hogy egészségesebben éljünk. Talán még ebben a korban nem tudtam, hogy mentős leszek, de mondjuk ilyen 5-6 éves koromban már tisztán láttam, hogy ezen az úton fog elindulni, úgyhogy nekem az egész életem erről a mentőszolgálatról szólt. Ha valaki Györfi Pál után érdeklődik, általában az embereknek a mentőszolgálat sajtószóvivője jut eszébe. Tényleg az vagyok, akit a tévében látnak, olyan értelemben is, hogy nekem szerencsére nem kell szerepet játszani, amikor a mentőszolgálat szóvivőjeként vagyok a tévében, mert én kicsi gyerekkorom óta, most azt nézem, hogy ki a legkisebb a teremben, nagyjából már látom, ebben mi benne voltunk, ebben a kisebben, nem? Mentő nem. Oké. Pedig, ahogy medinai vendégeskedése során mesélte, 25 esztendőig ő is mentőautóban teljesített szolgálatot, és ma a sajtókapcsolatok ápolása mellett is fontosnak tartja az egészséges életmódról szóló felvilágosítást. Magyarországon egyre hosszabb ideig élnek az emberek, ez jó hír. Aki ma születik, az hosszabb életre számíthat, mint az 5 évvel ezelőtt született gyerekek. De ami nem ilyen jó hír, az az, hogy egyre tovább élünk betegen, vagyis az egészségben várható élettartam nem nő. Ez ellen kéne valamit tenni, vagyis az egészségünket kéne minél tovább megőrizni, ebben igyekszem a segítséget nyújtani. Én 25 évig mentőztem, mielőtt szóvivő lettem, és ma is benne élek az esetek között, és azt tapasztaltam, hogy bizony a legfontosabb dolog megelőzni a bajt. És amikor elhívtak ide Medinára előadást tartani, akkor rögtön arra gondoltam, hogy persze egy kicsit bemutatkoznék, nem személy szerint, hanem a mentőszolgálat munkáját bemutatnám, de utána amilyen gyorsan csak lehet rátérnék arra, hogy hogyan lehet megelőzni a bajt, hogy lehet megőrizni az egészségünket, úgyhogy egy kicsit az egészséges életmódot is megpróbálom egy az én szempontomból népszerűsíteni. Másrészt pedig, nem bújjatok ki a bőrömből, arról is szól ez, hogy mit tehetünk akkor, ha mégis megtörténik a baj, hogyan tudunk segíteni. Az országos mentőszolgálat nemzetközi összehasonlításban is egyedülálló. Kevesen tudják Magyarországon, hogy ilyen mentőszolgálat a világon máshol nem igen létezik. Tehát ahol országos egységes szervezet működne, ilyen nincs máshol. Hogyha nemzetközi mentőversenyre mennek a magyarok, akkor rendszerint a dobogón végzünk, pedig amerikai, japán, német és még sok-sok csapat mérkőzik egymással, úgyhogy nincs okunk szégyenkezni, mindig próbálunk még jobbak lenni, de az biztos, hogy a társadalom segítsége nélkül egyedül erre nem leszünk képesek, ezért fontos ez az előadás is.
A mentőket mindig is becsülték, és tisztelettel beszéltek munkájukról. Ugyanakkor a segítség például a közutakon vagy a közlekedésben sok esetben nincs meg, mondja Györfi Pál. Az elmúlt években mi azon voltunk, hogy megpróbáljuk ezt a foglalkozást valahogy népszerűbbé tenni, hiszen egy olyan világban élünk, ahol például a gyerekek, akik pályaválasztás előtt állnak, inkább a pénz, a karrier világa felé orientálódnak. Nekünk az a feladatunk, küldetésünk, hogy megmutassuk, hogy van egy másik irány is, ami lehet, hogy nem annyira a pénzről szól, bár most már a fizetések szerencsére nálunk is emelkednek, de legalább annyi, sőt, lehet, hogy több örömöt és megbecsülést hozhat a mindennapokban, úgyhogy mi abban vagyunk érdekeltek, hogy az életmentő hivatást minél több értékes fiatal válassza. Miközben a mentőket, ha megkérdezzük az utca emberét, hogy mit gondol a mentőkről, akkor mindenki azt mondja, hogy nagyon tisztelem, becsülöm őket, mindenki talál a családjában olyan történetet, amikor már szüksége volt a mentők segítségére. Azért a gyakorlatban kevesen tudják, hogy hogyan tudnák segíteni a mi munkánkat. Úgyhogy vannak olyan kis videóink most már, amik kifejezetten arról szólnak, hogy hogyan kell elengedni a mentőautót, amikor szirénázva érkezik. Arra kérjük az embereket, hogy lehetőleg ne tegyék süketté magukat a forgalomban, halkítsák le a zenét, vegyék ki a fülükből a fülhallgatót, mert ha jön a szirénázó mentőautó, akkor lehet, hogy baleset lesz a következmény. Úgyhogy igyekszünk egy picit megfogni az emberek kezét, és olyan szempontból is, hogy egyre többször esik szó arról, hogy hogyan tudnak újraélesztést kezdeni addig, amíg a mentő megérkezik. Most már van egy olyan mobil applikációnk is, egy telefonapplikáció, amit bárki letölthet a telefonjára, és ha nagy baj van, akkor nem csak mentőt küldünk a helyszínre, hanem riasztjuk a legközelebbi első segélynyújtót is. Magyarországon már több mint 20 ember életét mentették meg így. Mindig gyanús az, hogyha egy nyakkendős ember idejön és osztja az észt, mondja az okos tanácsokat. Én úgy gondolom, hogy inkább tekintsük át együtt, hogy mi mindenen múlik az, hogy meddig élhetünk 2019-ben Magyarországon, milyen tényezők azok, amik ártanak, mi az, amivel egy kicsit segíthetünk magunkon. És mindezt megpróbálom úgy tenni, hogy hiteles legyen. Ez azt jelenti, hogy a bort iszik, vizet prédikál helyett, én magam is igyekszem egészségesen élni. Virágosítottak Domboriban, a lakosok növényeket és virágokat ültettek az utcák kereszteződések elé, ezzel is jelképezve az összefogást és az üdülőkörnyezet megújulását, szépülését. A dombori lakosok örökzöld növényeket és bokrokat telepítettek. Az ültetés Dombori fő utcája alatt zajlott, az utcák elé 38 darab virágzó bokrot és örökzöldet ültettek. A növények telepítése csak az egyik lépés az üdülőtelep fejlesztésében. Korábban a part tisztítása és rendben tartása érdekében végzett munkát közösen a Domboriért Egyesület és az önkormányzat. Azt gondolom, hogy Domborinak egy igazán szép utcájában vagyunk jelenleg is, és ennek az utcának a jobboldali területe egy kicsit olyan magányosnak tűnik. Azt szeretnénk, hogy ahogy az ember végighalad, sétálva, autóval, gyerekekkel azt lássa, hogy virágzó bokrokat, illatokat, színekkel találkozzanak. Azért gondoltuk, hogy elkezdjük ezt a fejlesztést, hogy tényleg lássák azt az emberek, hogy nekünk fontos Dombori. Gyakorlatilag ugye maga a környezetvédelem az Egyesületnek is, és ugye itt több lakosnak is fontos. Sajnos a szemétszedés alkalmával, amiatt a múlt héten történt, hát megdöbbentő mennyiséggel találkoztunk. Gyakorlatilag a bokrosítás is egy felkiáltás arra, hogy igenis fontos az, hogy a környezetünkkel foglalkozzunk. Az örökzöldek elültetésével, a strand modernizálásával elinduló program Domboriban a lakosság összefogását eredményezte. A helyiek az illegális szemétlerakást is beszüntetnék és erdőt telepítenének. A lakosok célja egy kutyástrand kialakítása, ahol a négylábúak zavartalanul fürdőzhetnek. Takács Anikóval, az Egyesület alelnökével közösen, illetve még néhány domborisnak a segítségével ősszel már szerveztünk egy faültetési akciót. Most tavaszra terveztük Dombori virágosításának az elkezdését. Ez most konkrétan annyit jelent, hogy 38 darab olyan bokrot ültetünk ma, ami tavaszonként, illetve nyáron virágozni fog. Kicsit Dombori hangulatát akarjuk ezzel javítani. Hasonlóan, mint az őszi faültetési programunkat, ősszel elkezdtük a vízpart lekopaszított részein újra telepíteni a fákat, elsősorban fűzfákat, illetve azokra a közösségi helyekre, amik nem vízpartiak, ilyen parkos részekre, más típusú növényeket, amik idevalóak, ellenállnak a viharoknak, nagy gondozást nem igényelnek. A maradék vízpart, ami folyamatosan csökken sajnos, ami a közösség használatában van,
ezt próbáljuk amennyire lehet megmenteni, illetve a maradék közterületeket olyan állapotba hozni, hogy ezeket kultúráltan lehessen használni. Tehát, hogy az itt üdülő tulajdonosok, illetve a vendégek le tudjanak sétálni néhány száz méterenként a vízpartról, ott le lehessen ülni egy padra, legyen egy kis kuka, amiben bele lehet dobni a szemetet, legyenek horgászhelyek. Ez 20-30 éve ez egy horgászparadicsom volt ez a hely, és napjainkra sajnos egyrészt hal is nagyon kevés van benne, másrészt elfogytak a horgászhelyek az üdülő területen, tehát sikerül néhány olyan közösségi helyet kialakítani, amit majd normálisan tudunk használni. Például egy ilyen dombori közepén a teniszpályával szemben van egy csónakkikötő, amihez tartozik két földnyelv. Jelenleg ez a két földnyelv vakon bevezet a nádasba, tehát se horgászni nem lehet róla, semmit nem lehet vele kezdeni. Most ezeket véletlenül föltöltik, hogy el lehessen érni a végükről a nyílt vizet, ki lehessen alakítani az egyik felén horgászhelyeket, a másik felén pedig egy kutyás fürdőhelyet szeretnénk kialakítani. Egyrészt nincsen a régióban, tehát úgy gondoljuk, hogy Domborinak ez egy jelentős újabb színfolt és vonzerő lehet. A Dombori öböl turisztikai fejlesztésének az a célja, hogy az üdülőtelepen a nyaralás mellett újra népszerű legyen a horgászat és a kerékpáros túrázás. Ezért döntöttek úgy, hogy a tavalyi strandfelújítás után idén örökzöldeket ültetnek Dombori megszépítése érdekében. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!